Az Európai Tanács csütörtökön megadta Ukrajnának az Európai Uniós tagjelölti státuszt, miután az EU tagországok brüsszeli csúcs találkozóján valamennyi vezető egyhangúlag támogatta azt. Jelentette be Charles Michel, az ET elnöke a Twitteren. Mint Michel jelezte, az Európai Tanács nemrég döntött arról, hogy Ukrajnának és Moldovának EU tagjelölti státuszt biztosít. Történelmi pillanat. A mai nap döntő lépést jelent az EU felé vezető úton. Gratulálok Volodymyr Zelenszkij ukrán elnöknek és Maia Sandu moldovai elnöknek, valamint Ukrajna és Moldova népeinek. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök csütörtök esti videó üzenetében reagálva azt mondta, most kaptuk meg a jelöltséget, ez egy győzelem. 120 napig és 30 évig vártunk rá, utána legyőzzük az ellenséget és pihenünk. Az elnök korábban köszönetet mondott Twitteren az Európai Bizottság, az Európai Tanács elnökeinek, valamint az EU tagországok vezetőinek.